Visszamehetnénk egy-két évszázadot is, hogy hogyan alakult ki a Ukrajna, honnan van ez a név, milyen szerepe volt ebben a lengyeleknek, a litvánoknak. Mehetnénk száz évvel, százötven évvel ezelőtt, és kiutnánk egészen az első világháború előtti és azt követő évekhez, amikor a nagy szovjet birodalom első lépésként magához rántotta Ukrajnát, megszüntetve a függetlenségét, amit csak pár hónapig tudott kikiáltani és ezt élvezni. De minimum vissza kell mennünk 1991. augusztusáig. Ugye 1991. augusztusában Ukrajna kikiáltotta a függetlenségét. Ez ugye híres szó szóval a későbbiekben, ez a Majdán a függetlenség, a Majdán tér kapcsán ez nem csak előre. 91. augusztusa, tehát Ukrajna függetlensége. De mi magyarok, és nyilván a nemzetiségek Ukrajna területén arra is emlékeznünk kell, hogy mindjárt 1991 ősze óta mulasztásos törvénysértésben van Ukrajna hatósága, parlamentje. A kárpátaljai referendumra gondolok, a kezdeményezésre, a kárpátaljának a, a úgynevezett autonómia kérdésére, amit sajnálatos módon 91 ősze óta nem tudott napirendre tűzni az ukrán parlament. Ez is hozzá tartozik Ukrajna fejlődéséhez. Az is hozzá tartozik, hogy 1994-ben, tehát három évvel a függetlenség kikeltása után megszületett egy budapesti memorandum. Ez fontos, nem csak azért, mert Budapesttel kapcsolatos a megnevezése, hanem azért is, mert ezt aláírta Oroszország is és Ukrajna is, és többek között arról is szólt, hogy a felek, tehát az Oroszország és Ukrán is tiszteletben tartják a határokat, és benne szerepeltem a Marandban, hogy Ukrajna semleges államként tevékenykedik a tovább. Benne van egy nagyon fontos pont, benne szerepelt, ez a nukleáris eszközök átadása, amik akkor ugye több ezer darab Ukrajna területen is még volt, és ennek az átadása az Orosz Föderáció részére. Ami egyébként, ha haladunk tovább a történelembe, akkor 2006-ban meg is történt. Tehát 2006-ban átadásra kerültek, és azóta Ukrajna nukleáris fegyvermentes ország. És még egyszer hangsúlyozom, a budapesti memorandum alapján semleges ország volt. Ezt egészen 2008-ig így is láthatta mindenki. 2008 egy NATO csúcs volt Bukarestben. Amikor az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke tett egy hangzatos bejelentést, az pedig arról szólt, hogy Ukrajna és a korábban grúziaként, ma georgiaként ismert ország, NATO tagja lesz. Tessék bele gondolni abba, hogy van egy nemzetközi megállapodás memorandum, amit aláírtak nagy hatalmak képviselő és az érintett ország is, meg a szomszédja. Aláírtak, hogy semleges, majd egyszer csak bejelenti a NATO meghatározó országának, amerikai Egyesült államoknak az elnöke, hogy Ukrajna NATO tag lesz. Haladtak egy kicsit az események tovább, 2012-nél tartunk. Azért fontos a 2012, mert ekkor született a Ukrajna területén lévő kisebbségek, nemzetiségek nyelvhasználatával kapcsolatosan egy támogató törvény, ami, ami nem sokáig élhetett, hiszen 2013-ban tovább fokozódott a helyzet Ukrajnában. Azon az őszön Janukovics úr volt a Ukrajna elnöke, és azon az őszön Ukrajna kettő helyzetből dönthetett, vagy két lehetőségből. Az egyik, hogy megköti az Európai Unióval a társulási szerződést, a megállapodást, vagy a másik, hogy megköti ugyanezt a megállapodást, megerősíti az Orosz Föderációval. Ugye Janukovics elnök úgy döntött, hogy marad az Orosz Föderáció mellett, és részben ez ö, okozta az ukrán lakosság egy részének, főleg a fiataloknak, fiatalabb nemzedéknek, amelyik Európa fele figyelt jobban, és szerette volna a Európa fele fordítani Ukrajnát, a haragját, és 2000 14. január-februárjában ez vezetett a Majdantéri tüntetések indulásához, ez vezetett ahhoz, hogy egyébként akkor a legális és alkotmány szerinti hatalmat gyakorló vezetőt elmozdították. Megjegyzem, a nagyvilágon senki nem tiltakozott ez ellen, és 2014. februártól, a Majdantéri eseményektől ugye felgyorsultak tovább a problémák. A problémák azzal jöttek, hogy rövid pillanat alatt Orosz Föderáció anektálta a Krímet. Azt a Krímet, amelyik az, hogy hogy került Ukrajnához, hosszú történet, az, hogy történelmileg kik voltak ott előtte a tatárok, meg mindenki mások, az megint történet, hogy volt ott valamikor még a törökökkel is csatározás, még ebben a, a, a harcban, ugye 1848-49 után még magyar harcosok is részt vettek a törökök oldalán, de ebben most nem szeretnék. Hosszasan belemenni. A lényeg viszont az, hogy Oroszországnak a Krímmel kapcsolatosan Ukrajnával volt egy hosszú lejáratú megállapodása. Oroszország fizetett Ukrajnának azért, hogy használhassa a Krímnél soha be nem fagyó kikötőket, ami a Fekete-tengeri Flottához szükséges volt. Ugye Oroszországnak stratégiai délnyugati kiárata, Igazából egy van, az Azovitenger, Fekete-tenger, és akkor haladhatunk a Földközi-tengerhez, és onnan bárhol a világon. Függetlenül attól, hogy volt ez az orosz-ukrán tartós megállapodás, amely 2042-ig szólt volna, az Orosz Föderáció teljesen jogosan gondolhatta azt a veszét, hogy esetlegesen, ha, ha mi történt az elnök és a ukrajnai legális hatalom megdöntése, akkor ilyen alapon egy pillanatra másikra valamilyen más érdeket szem előtt tartva, Ukrajna felmondhatja ezt a megalapodást, és akkor egy stratégiai kiárattól is megfosztja Oroszországot, meg a fekete tengeri flottáját is a mozgás szabadságától. A Krím megtörtént, katonaként csak mondom, és stratégaként is, hogy a Krím anektálása azért megtörtént, de egy katonai mozzanat itt elmaradt, a szárazföldi összekötetés biztosítása. Ezt, ezt máig nem lehet felfogni, hogy ilyen hadászati stratégiai hibát hogyan csinálhatotta az orosz vezetés. Később ugyan megépült a Kersi híd, de hát ahogy szoktam mondani, aránylag stabil helyen van, a GPS koordinátai adhatók, tudhatók, innentől kezdve bármikor ki lehet lőni, amire célozgat is az ukrán vezetés. Visszatérve 2014-re, krímanektálása meg volt az megint más, hogy uh, amikor a hatalomváltás 2014. februárjában, március elején Ukrajnában megtörtént, akkor a Ukrajnának a keleti és a déli részén lévő oroszajkú, és abban a régióban oroszajkú többség ezt nem nagyon fogadta el, ezt a váltást, és nem nagyon fogadta el természetesen azt, ami már 2014-ben következett, hogy a 2012-es nyelvtörvényt visszavonta az akkori ukrán vezetés. Ezzel csak tovább nehezítette a kisebbségek, etnikumok és nemzetiségek helyzetét, és tovább növelte azt az ellenállást, ami a, a oroszajkú lakosság, főleg a Luhansk és a Donetszki régióban, a Donbass, a Duni Bedence régióban élőket, vagy élők részéről nyilvánult meg a sérelmek, és amiről el szoktak feledkezni, és nagyon sokan úgy nyilatkoznak, hogy ez az orosz-ukrán háború, ez 2022. február 24-én kezdődött, és ki szoktam javítani, én abból szoktam kiindulni, hogy 2022. február 24-én az invázió kezdődött el. Maga a háború, az orosz-ukrán háború, ez legalábbis 2014-ig vissza kell mennünk, hiszen az ukrán akkori elnök akkor hirdette meg a luhanszki donetszki eh, háborgó lakosság ellen, akkor még csak háborgó lakosság volt, az orosz lakosság ellen, akkor hirdette meg a három betűs, ez az ATO, antiterrorista műveleteket. Tehát ukrán fegyveres erőket vetettek be a Luhanszki és a Donetszki oroszajkú lakosság ellen. Ennek az atrocitásnak nagyon súlyos következményei voltak, és törvénytelenségnek. Erre egyébként még az ENSZ közgyűlés is odafigyelt, erről megint el szoktak feledkezni. 2015-ben az ENSZ közgyűlés határozatban szóltotta fel Ukrajna vezetését, hogy fejezze be a kisebbségek elleni atrocitásokat, és mindazt, amit tesz kelet és dél-ukrajnai területen, te mondom, annak idején ez főleg a a Luhansk és a Donetsk régiók egy-egy részét érinti, nem az egész régióra vonatkozott, hanem arra a részre, amelyik az orosz ajkú lakossággal többségben volt. Tehát igazából én erre vissza, hiszen katonailag én azt végig látom, hogy 2014-től kezdődően megkezdődött mind a két fél részéről, nagyon fontos, mind a két fél részéről a közvetlen katonai beavatkozás. Még akkor is, hogyha ezt nyíltan nem ismerték el, tehát oroszok sem ismerték el, ők csak úgymond segítséget nyújtottak a, a Luhansk és Donetsk régió, mely 2014-ben önállóságát megszavazó két vagy mondjam, idéglenes ország résznek, országrésznek, ami később ugye Oroszországhoz csatolását kérte de mégiscsak ott voltak, beavatkoztak orosz részről. Ukrán részről pedig ott volt az előbb említett antiterrorista műveletekben résztvevő ukrán erők, és több ezer halott volt ennek az összecsapásnak a következménye, tehát a háború már zajlott. Azt én értem, hogy 2022. február 24-től más dimenziója lett ennek, de ha elfeledkezünk az előzményekről, az egy nagy baj. És ha megyünk tovább, akkor azt is látnunk kell, hogy 2014-től Ukrajna teljesen ráállította a hadseregét egy új kiképzésre és felszerelés ellátásra, amiben NATO részéről döntően egyébként az Amerikai Egyesült Államok vett részt. Tehát nem 2022. február 24 után, hanem 2014 után. A Jarovíban lezajlott hadgyakorlat, sorozata, kiképzések sorozata, NATO amerikai instruktorok mellett, illetve a különböző hadfelszerelés páncéltörők szállítása még messze 2022 előtt az USA részéről. Így érünk el Zelenszki elnök kiválásáig, 2019-ig, amikor az ukrán parlament a korábbi semlegességet törölte az alkotmányból, 2020-ban látjuk, hogy minden erőfeszítés, amit a nemzetközi közösség, tehát az ENSZ biztonsági tanács által meghozott, határozott a Minsk 1, Minsk megállapodásról, ez hatástalan volt. Kijelentése került Zelenszki részéről, hogy nem kívánja betartani Ukrajna a Minsk 1, Minsk megállapodást, csak megjegyzem egy lábjegyzetbe, hogy ezért sem a senki felelősségre, hogy NSZBT határozatot Egyszerűen keltett, nem hajtom végre. Ekkor még mindig nem voltunk 2022. február 24-én. Tehát nem hajtotta végre. Fokozódott az úgynevezett antiterrorista művelet. Nyilván az időközben a Luhansk köztársaság, meg Donetszki köztársaság, tehát két terület Orosz federációhoz kötődése, ugyanúgy, mint a Krím, ez zavarta Ukrajnát, aki ezt a három területet természetesen sajátjának ismeri el és ez a háború végképpen, ez végcél, hogy az oroszokon, orosz erők, kiszorít, orosz federáció erőnek kiszorítása, de így jutottunk el 2021 őszéig, amikor egyre több információ volt arról, hogy itt lehet egy másik szintre emelése a konfliktusnak, a fegyveres konfliktusnak, és akkor már különböző hírszerző információk és egyes országok, nagy országok már sejtették, tudták, hogy lesz, beindul előbb-utóbb ez a másik szint. Most ugye az oroszok később ezt nem háborúnak, hanem mai napig különleges katonai műveleteknek hívják. Csak visszautalok, az ukránok sem háborúnak hívták 2014-től a Luhansk és a Donetsk tetteiket, hanem antiterrorista műveleteknek. Egyik oldalról tehát az ató, másik oldalról pedig különleges katonai műveletek. Mint ezek a nemzetközi igyekezetek, amelyek 2021 őszén zajlottak, akár emlékezhetünk Macron moszkvai útjára, Scholz moszkvai útjára, sikertelenek voltak. Az orosz kívánságlista az volt, hogy azonnal Kiev térjen vissza a Minsk 1, Minsk 2 SBT által határozattal megerősített megállapodás végrehajtásához, amire nem került sor. És így jutottunk el oda, hogy 2022. február 24-én az oroszok megindították az inváziójukat, ami mai napig tart. Tehát ennyi, hosszú előzménye van, és biztos, hogy jó pár dolgot még hozzá lehetett volna tenni, vagy ki lehetett volna elemezni. Tehát ennek most, ennek az inváziónak közeledik a második évfordulója. A frontvonalból mit lehet prognosztizálni? Az eszkaláció felé haladnak az események? Ugye ahogy elkezdődött az invázió, elkezdődtek a műveletek, amire tudom, hogy nyilván nem is kérem, hogy ezzel mindenki érsen egyet, csak hivatkozva a Csetemház szabály jogi védettségére és védelmére azt tudom mondani, hogy mai pillanatig nehezen érthető az orosz invázió kapcsán, az orosz hadsereg hadászati, stratégiai, hadművelet és harcászati hibái, amelyeket az elmúlt két évben vétett. Sok minden érthetetlen, a 40 kilométeres konvojok, a vezetési lánc, de ha csak azt mondom, hogy az invázió előtt 24 órával kapták meg a katonai szervezetek a szükséges parancsokat, és akkor derült ki, hogy nekik csak pár napra van felszerelésük, legyen ez akár lőszer és bármilyen utánpótlás anyag. A vezetési lánca a hagyományos orosz, szigorú, központosítású, aki majd megmondja egészen lefele a zászlói harcsoportig, vagy századik, hogy mit kell csinálni. Ezek az elmúlt két évben nagyon sok halálhoz vezettek az orosz hadsereg és a velük szolgálók közül, vagy számára is. Az első pár hónap elteltével, amikor kiderült, hogy a Világháború most sem fog beválni, hiszen amennyire ismerjük a történéseket, ma már akkor azt mondhatjuk, hogy Orosz Föderáció abban bízott, ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ehhez milyen háttérinformációjuk volt, hogy egyrészt Ukrajna nem fog ellenállni, lesz egy gyors felsővezetés elmozdítás, vagy Zelenszki önállóan elfogadja több külföldi ország felelhetre hogy meneküljön hozzájuk, nem tette. Az Orosz Föderáció a befolyásolásnak azt a fajtát is végrehajtotta, hogy felszólította az ukrán tábornokokat, hogy ne harcoljanak ellenük, álljanak át, vagy, vagy legalábbis ne lépjenek semmilyen konfliktusba. Ezt, ezt, igazából, hogy a oroszok mire alapozták, hogy lesz olyan bábkormány, amely pillanat alatt, három-négy nap alatt, de tíz napon belül mindenféleképpen át tudja venni a hatalmat Ukrajnában, orosz barát bábkormány. Ezt, hogy mire alapozta az orosz hírszerzés és az elnöki adminisztráció, ezt nyilván én nem tudom így megmondani. De azt tudom mondani, hogy ez a villámháború sem jött össze úgy, ahogy nagy emberek ott kitervelték de ennek a következményét nekik kell vonni. Ugye volt öt forgatókönyv arra, hogy hogyan folytatódhat ez a most már két éve tartó invázió. Az egyik arról szólt, hogy gyorsan nyernek az oroszok, ez ugye nem történt meg. Gyorsan nyernek az ukránok, ugye ez sem történt meg. Volt a harmadik változat, hogy bemarad és egy, megáll itt a felek figyelembe véve, hogy téli időjáráson is minden megáll. Vagy jön a vietnámi CNN-effektus, hogy azt mondják az oroszok, hogy nyertünk, és hazamennek. Ma, teljesen komolyan állva a kérdéshez, azt tudom mondani, hogy egyik oldalról az oroszok elnökválasztás, mert ezek fontosak ott is, meg Egyesült Államokban is, nem tudja megtenni, hogy kivonja az erőit. A másik oldalról a, a NATO sem tudja megtenni, hogy kivonja a támogatását, az Európai Unió sem. Az Amerikai Egyesült Államot pedig nem is kívánja mert mindig el szoktam mondani és ezt szeretném zárul mondatként szólni hogy minden háborúnak így ennek is vannak vesztesei vannak nyertesei ha lehet ilyet mondani és vannak nyerészei nyerészei akinek érdekében áll ha lehet mondjuk legalább tíz évig ugye ez a régi stratégiai pont az USA-ban tudom hogy ez cinikus mondat de ez most következik hogy uram ments meg bennünket az egy év alatt gyorsan megnyert háborútól. Tudom, hogy ez cinikusan hangzik, de tessék belegondolni, mi Irakban, Afganisztánban és másutt. Ahhoz pedig, hogy a NATO főtitkár elmúlt napokban tett nyilatkozata, hogy Amerikának érdeke a katonai segítségnyújtás Ukrajnának, hiszen ezzel amerikai munkahelyeket teremt, meg amerikai bevételt teremt a fegyverkezésből, Európa felfegyverzéséből. Ehhez meg csak azt lehet mondani, hogy végtelenül cinikus és végtelenül gyalázatos van egy mondás, hogy a háború első áldozata az igazság, hiszen a hadviselő felek, a titoktartás és a hadviselés szabályoz igazítják a híreket, információkat, rémhírek, álhírek kelnek rábra, és én ezért fontosnak tartom, hogy a közszolgálati médiákból tájékozódjunk, illetve olyan szakvatott előadóktól, mint is a Szegi tábornok, akik már kellő tapasztalattal rendelkeznek az ilyen helyzetekben. Ezért is tartom egy jó elképzelésnek az, hogy Karcegon több alkalommal is előadókat hívunk, meg így most a mai este fogja majd tájékoztatni a karceg és környékbeli nagykonsági lakosokat a hadi helyzettől, azokról a konfliktusokról, amelyek hát elmondhatjuk, hogy most már nem csak a közelben, hanem a látóhatáron is kezdenek sajnos kibontakozni. Természetes, hogy abban a közegben, ahol élünk, szinte minden nap történik valami. Látjuk a különböző Fejlesztéseket látjuk, azt, hogy milyen irányban próbáljuk a várost fejleszteni, az itt lakók érdekeit képviselni. De ahhoz, hogy megértsék ezeket az elképzeléseket, és mi is megértsük azokat a jövőbeni céloknak az elérhetőségét és az ahhoz vezető utat, ahhoz mindenképpen látni kell azt, hogy mi történik a nagyvilágban. Hiszen nem csak az Európai Unióban, az országok szevetésében történnek ezek a dolgok, hanem ezeken keresztül ez mind-mind kihat. Az ország dolgaira, kihat a vármegye dolgaira, is, természetesen kihat a kistérség és a település dolgaira is a mindennapi életére.